Az egy egészen rendkívüli kaland, hogy láttam egy filmet, és 5, 10, 15, 50 évvel később megnézem ugyanazt a filmet. Mert hogy azért azt nagyjából sejtjük, hogy a dobozban ez a film nem igazán változott az évtizedek során. Viszont azt valamilyen módon teszteni tudjuk, hogy mi hogyan változtuk, meg hogyan változott a bennünket körülvevő világ, hogy értjük-e még a vicceket, hogy beleborzongunk-e egy-egy olyan mondatba, amely annak idején hátborzongatóan erős volt. Van, hogy bár nem dobozban változik a film, valahogy mégis átalakul, megújul. A Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatársai a filmörökség kincseinek megőrzésén dolgoznak, és nemrég az elkészítése után betiltott a Tanú című kultuszfilmet öltöztették új köntösbe, amelyet nemrég a Cannes-i filmfesztiválon is levetítettek. Így alakulhat át egy régi élmény valami teljesen újjá. Olyan óriási szerencsénk volt, hogy ezeknek a jeleneteknek a negatívja is februárban előkerült. Ez a mafilmnek a Fóti telepéről került elő, ahol nagyon sok muszteranyag, csapos jelenet, munkakópia, verkanyagok voltak. Itt van az a dátum, hogy 1970. 10. hó 26. És itt van, hogy a Tanú kivágások. Tehát ez lehetővé tette azt, hogy nem részlettelenül, hanem kiváló minőségben és megfelelő fényeléssel, ugye ezek a rongátságok, meg ez a bíborság sem volt meg ezekben az anyagokban, rekonstruálni tudjuk, illetve be tudjuk abban 4K restaurált verzióba illeszteni ezeket a jeleneteket. És ahogyan azt a Tanúból megtanulhattuk, hogy az élet nem habostorta, a filmrestaurálás sem egyszerű feladat. Amikor a kép és hang restaurálódott, akkor következik egy nagyon fontos folyamat, a fényelés. Minden esetben meghívunk egy operatőrt, szerencsés esetben, ha él, akkor a film eredeti operatőrét, ha nem, akkor a tanítványát, vagy olyan, aki nagyon közel áll ehhez. A Magyar Nemzeti Filmarchívumban rekonstruálták az első magyar skifit is, az 1933-ban készült a Föld halálát. Ennek a filmnek egyetlen egy kópiája létezett a világon, és ezt a kópiát vetítették különböző nemzetközi versenyeken, és ezt követően, illetve ezek alatt ez a film megsemmisült. Megmaradtak a filmnek az úgynevezett kivágatai, tehát azok a rosszul sikerült jelenetek, elrontott jelenetek, ami mondjuk valami miatt nem sikerült, össze kellett párosítani tulajdonképpen a fennmaradó sztorikkal, és ilyen formán már csak helyre kellett rakni, az eredeti sorrendet kellett megtalálni. Mintha csak egy kirakóst kellene összerakni. Peter Jackson, az Akik nem öregszenek meg című dokumentumfilm rendezője például több mint 600 órányi első világháborús archív felvételt dolgozott fel és színezett ki. Ebből a szempontból meg tényleg baromi érdekes, hogy mit őrzünk meg a múltból. Hogy megőrzöd-e a háborús riportfotókat, megőrzöd-e a korabeli képes levelezőlapokat, emléktárgyakat. De le kell számolnunk azzal a téveszmével, hogy és akkor majd pontosan tudni fogjuk, hogy ezek a háborúk milyenek is voltak. Nem fogjuk tudni. A modern filmrestaurálásnak köszönhetően tehát legyen szó akár régi híradós felvételekről, vagy egy klasszikus mozifilmről, így lesz az archív múltból digitális jelen.